puhára kell-e főzni a húst a kutyának? Nem feltétlenül. A rágás az egy fontos szájhigiénés viselkedés forma, vagy mozgás forma, vagy epizód a kutyus táplálásának a végbemenetelében, tehát rágnia kell, és a puhára főzött húst ugye nem nagyon kell megrágni, tehát én azt gondolom, hogy itt azért erre nincsen szó. Ezt talán, hogyha úgy fordítjuk meg a kérdést, hogy főzni kell-e a húst a kutyának, vagy nem, akkor arra már egyértelműen azt tudom mondani, hogy igen. Nagyon kevés az a hús, amit nyersen, biztonsággal és mindenkor biztonsággal tudunk adni a kutyának, anélkül, hogy esetleg szalmonellás vagy valamilyen parazitás fertőzést vigyünk így be az állatba. A csirkét sem ajánlom hőkezelés nélkül, semmilyen baromfit, nem lehet igazából sem a sertést, húst nem lehet ajánlani. Talán az egyetlen a lóhús, vagy pedig a jó minőségű marhahús, amit nyersen tudnék ajánlani a kutyusnak fölvételre, anélkül, hogy nagyon komoly állategészségi aggályok, vagy élelmiszer higiéniai aggályok merülnének föl ezzel kapcsolatosan. Tehát puhára nem kell főzni, de azért a húsok a legnagyobb részét főzni kell a kutyának.